Szeretném akkor bemutatni önöknek Mercel Monika tanárnőt, a Digitális Hét helyi ötletgazdáját és kezdeményezőjét. Az előző videónkban, vagy a másik videóban, ami az oldalon szerepel, meghallgathatták a diákok szemszögéből azt, hogy ők hogy élték meg a digitális hetet. Tanárnőtől pedig ugye azt kérnénk, hogy tanárként, hogy született az ötlet, mi volt a célja, milyen eredményességét látta ennek a digitális hétnek? Amikor megláttam a digitális témahétre felhívást az interneten, akkor nagyon megörültünk a kollégáimmal ennek az ötletnek, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek használnak okostelefont, használnak táblagépet, de játékra, filmnézésre, közösségi oldalak látogatására használják leginkább. E-mailt nem tudnak küldeni, Word dokumentumot nem tudnak szerkeszteni, információkeresésre ritkán használják az internetet, és azt gondoltuk, hogy akkor egy kicsit kiszélesíthetjük ezen a héten a gyerekek digitális ismereteit. Nagyon komolyan készültünk a hétre, rengeteg feladatot állítottunk össze, nagyon sok felületet látogattunk. A kollégákkal, Tabajdi Viktóriával és Árvai Zsuzsával úgy állítottuk össze a hét tematikáját, hogy a 16. századi Magyarországot vettük a középpontba az egri csillagok feldolgozása kapcsán. Megnéztük a korszakot történelmi, irodalmi szempontból, a kor kultúrájának zenei életét, irodalmi életét és öltözködését vettük figyelembe. A gyerekeknek kínáltunk olyan felületet, amelyen az összes feladatot elérhetik. A gyerekeknek megmutattuk először a feladat mintáinkat, majd ösztönöztük őket arra, hogy a digitális eszközök segítségével maguk is állítsanak össze ilyen feladatokat. Ennek értelmében QR kódon olvastak be, amelyen egy szöveghez jutottak, szövegértési feladatokat oldottak meg, majd maguk is készíthettek ilyen kvízeket. Redmenta, Kahoot, Padlet, nagyon sokféle felület áll rendelkezésünkre. A kevésbé macerás feladatokat is nagyon szeretik a gyerekek, például szófelhőt készítettek, a puzzle készítés volt az egyik nagy kedvencük, és titkos írást fejthettek meg, és készíthettek is, öltöztető bábukat ismertek meg, és alkottak. Tehát kettős volt ennek a hétnek a feladata, egyrészt a gyerekek számára az eszközök tudatos alkalmazását szerettük volna közelebb hozni, másrészt pedig a tanulási folyamatban az ismeretszerzés mellett az alkotás volt a cél. Szeretném bemutatni Tabajdi Viktóriát önöknek. Ő ebben a Digitális Hét projektben az egyik társ, Mercel Monika társa. És azt szeretném megkérdezni tőle, hogy hogy került ebbe a projektbe, és hát hogy élte meg ő is ezt a történetet. Tulajdonképpen Hályok Kovács módjára kerültem a projektbe bele, hiszen nem állt hozzám közel a digitális világ. A kolléganő Móni érkezett és mesélt arról, hogy mi mindent beszélt, arról, hogy mi mindent lehet a digitális technika segítségével alkotni olyat és úgy, hogy ez a gyerekeket inkább megszólítja, mint a kezükben tartott tankönyv a munkafüzettel. Először csak mesélt, aztán beszélt, aztán tanított, aztán 60-ban már konferencián ültünk, és én egyre inkább rákaptam az ízére. Először a Learning Gaps tankockái tűntek a legegyszerűbbnek, aztán más alkalmazások is magukkal sodortak. Ma már szívesen gyártom őket, és más osztálynál is alkalmazom, mert valóban azt tapasztaltam, kolléganőmnek igaza volt, hogy ez a világ olyan erővel képes bevonzani és megszólítani a diákot, hogy érdemes ehhez a technikához nyúlni. Azt hiszem, ez a modern pedagógiának a legadekvátabb válasza arra a kihívásra, hogy hogyan lehet a motivációs bázist megteremteni, amitől, amiből a gyerek örömmel dolgozik. Gondolattérképeket gyártottunk, a
gyerekek saját weblapot készítettek az osztályunknak, ahol az elkészült záró feladatokat gyűjtjük, és ezentúl is szándékunk van áll használni. Török-magyar szótár született a tankockák segítségével, összegeztük a tudásunkat és ellenőriztük azt. Egyetlen egy dolgot, mint irodalomtanár nem engedtem át a digitális világnak, az, hogy a szövegek a digitális irodalomórákon azért papíron, nyomtatásba kerültek a gyerekek kezeibe, mert azt hiszem és vallom, hogy a szövegnek élnie kell, azt tapintani kell, de minden mást már az online közegben oldottunk meg. Tetszett nekem a dolog, nekik is, és ez sokkal fontosabb annál, mint amit én gondolok a dologról. De hogy egy két pozitívum összecsengett, az egy különlegesen jó dolog volt a hétnek. Köszönöm Móninak és az egész pályázati lehetőségnek, hogy én ebbe a világba bekerülhettem a gyerekekkel együtt. Árva is Zsuzsanna tanárnőt mutatom be önöknek. A Digitális Hét projektjén dolgozó tanári hármas triumvirátusnak a legfiatalabbik tagja, és azt szeretném megkérdezni tőle, hogy hogyan élte meg ezt a témanapot, mire jutott a diákokkal? Hát nagyon, nagyon tetszett az egész témahét, nagyon örültem neki, hogy ezen a héten csak a digitális eszközökkel dolgozhatunk, a tabletekkel, és tudtam használni a projektort is, mivel elég nehéz ezt a projektor vetítés dolgot megoldani a gyerekekkel, így nagyon jó volt, hogy volt egy lefixált terem, ahonnan nem kellett elmozdulni sehova, és ezekkel az eszközökkel tudtunk dolgozni, ennek nagyon örültem. Én a hét második felében foglalkoztam a gyerekekkel, csütörtökön és pénteken voltak közös óráink, a három osztályban, 6. A-val, 6. C-vel és a 7. A-sokkal. A török hódoltság Magyarországon volt a témakör, ezt dolgoztuk fel, magyar irodalom, történelem és a művészeti oldalakról. Én ugye a zene és a képzőművészetről beszélgettem a gyerekekkel, és ebben a témakörben a korabeli ruhákat, a korabeli ruhákról beszélgettünk. Ehhez volt gyűjtőmunka a gyerekeknek a tabletek segítségével, és készítünk majd egy öltöztető babát ezen a héten, ez lesz a kézzelfogható munkánk. Azt hiszem, hogy Móni néni és Viki néni azért választottak be a csapatba, mert úgy gondolták, hogy fiatalabb lévén biztos jobban értek ezekhez a digitális eszközökhöz, de természetesen ezeknek a használata ez a kollégáknak is rengeteg kihívást jelent. Viszont nagyon örülünk neki, mert így nem csak olyan feladatokat tudunk adni a gyerekeknek, amit órán tudnak ezekkel az eszközökkel megcsinálni, hanem miután a gyerekek az idejük nagy részét valószínűleg otthon is számítógép előtt töltik, ezért az iskola honlapján lévő feladatban tudunk készíteni olyan feladatokat, amiket otthon is meg tudnak csinálni a gyerekek ezeknek az eszközöknek a segítségével, tehát tablettel, akár a telefonjukról is, vagy számítógép előtt ülve. Úgyhogy nagyon örültünk neki, hogy tudtuk használni ezeket az eszközöket, és reméljük, hogy további tableteket kap az iskola képviselői támogatásnak köszönhetően, ezt már nagyon várjuk.